A makkúiak pirosban, míg a szolnok tiszta fehérben lépett a pályára. A kezdő sípszót követően egymás után érkeztek a gólok a hálókba. A 14. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, mely az eredményen is jól látszódott, ekkor 7-7 volt az állás. A hazaiak azonban hozták a kötelezőt, és gyors lerohanásaikkal egymás után háromszor is betaláltak a szolnok kapujába. Az előny ettől kezdve náluk volt. A csapat egységét az sem zavarta meg, hogy a 25. percben Bajorhegyi Ádámot piros lappal kiállították. A félidőben 17-14-el fordultak az együttesek. A szünetet követően csak tovább növelt előnyét a makó, a 45. percben már 28-22 volt az állás. A vendégek mindent megtettek, hogy faragjanak hátrányukból, de Balán Róbert bravúros hárításainak köszönhetően a különbség továbbra is megmaradt, és azt még növelni is tudták. A végeredmény makói KC szolnoki KC-je 34-27. A mérkőzést Miksi is István értékelte. Nehéz mérkőzésre is számítottunk, hiszen a Szolnokban azért nagyon sok NB1-es, illetve NB1-es játékos volt, NB1-es játékos játszik, tehát azért a rutin ott volt náluk. Én úgy gondolom, hogy amire készültünk ellenük, ugye a fiúk messze meg a taktikát betartották, ment a gyors lerohanás, azokból tudtuk szerezni a gólokat, a Balán Robi is a kapuban az egy biztos támpont volt, Valacka Attila bal kettőből ügyesen az elején tartott bennünket, és szépen fölépült, ugye a többiek is fölépültek hozzá. Én azt gondolom, hogy egy jó mérkőzésen sikerült itthon tartanunk a két pontot, de küzdelmes volt. A hagymavárosiak legközelebb a Kiskumajs otthonába látogatnak. A Szolnok elleni mérkőzést kedden 18:35 perces kezdettel tekinthetik meg felvételről.